Egész Európa focilázban ég, éppen ezért hoztam nektek 5 tippet a futballal, illetve a futballistákkal kapcsolatban. Ebből a videóban megtudhatjátok, hogy mennyi ideig tartott a leghosszabb mérkőzés, hogyan néz ki ezeknek a sportolóknak a diétája, mely sérülések a leggyakoribbak a pályán, mit érdemes tudni a sportolóknak a fehérje bevitelről, illetve arra a kérdésre is választ kapunk, hogy melyik poszton játszó játékosok futnak átlagosan a legtöbbet egy futballmérkőzésen. Vágjunk is bele! Írjátok meg kommentben, hogy ti nyomon követitek-e a foci mérkőzéseket, és hogyha igen, akkor kivel szoktatok szurkolni. Tudtátok, hogy a leghosszabb mérkőzés sokkal tovább tartott, mint a megszokott 90 perc? Ugye egy átlagos futballmérkőzés 90 percig tart, erre jöhet még a hosszabbítás, illetve a büntető párbaj esetlegesen. Voltak olyan jótékonysági meccsek, amelyek ennél sokkal tovább tartottak. Egyes források szerint a leghosszabb mérkőzést 603-462-re nyerték, és 72 órán át tartott. A 2019-ben Walesben egy hasonló jótékonysági mérkőzés 169 órán át tartott, igaz, a körülmények nem voltak versenyképesek, illetve a játékosok időnként aludhattak is. Remélem, hogy ezért volt náluk ciklidextrin, ami hosszú távú szénhidrát alapú energiát biztosít cukormentesen. Próbáljátok ki! A focistáknak nem csak az edzéseken, hanem a konyhában is egy megfelelően összeállított tervet kell követniük annak érdekében, hogy a maximumot hozhassák ki magukból a pályán. A stratégiának, az étkezéssel kapcsolatos stratégiának fontos részét képezi a makro- és mikrotápanyagok megfelelő beviteli aránya, a hidratáció, illetve az étkezések időzítése is. A magyar válogatott legértékesebb játékosa Szoboszlai Dominik korábban is szigorú étrendet folytatott, a Liverpoolnál egy konkrét szakmai stáb, sportchef, illetve táplálkozás tudományi szakember irányítja a sportolók étkezéseit. Az ételeket minimális fűszerezéssel, lehetőség szerint olaj és más zsíradék nélkül készítik el, hogy elkerüljék ezáltal is az emésztési nehézségeket. Dominik elmondása szerint nagyjából 3-4 liter folyadékot, elsősorban vizet gurít le a mérkőzéseket megelőzően, hogy elkerülje ezáltal a görcsöket a pályán. Miben sérülnek le a focisták? A leggyakoribb foci sérülések közé tartoznak az izomhúzódások, az ágyékfájdalmak, a bokasérülések, a comb, a vádli, a térd sérülései. Ezeket legtöbbször hirtelen irányváltáskor, ütközéskor, illetve ugráskor szenvedik el a sportolók. Az 5 perces szabály azt jelenti, hogy a játékosoknak mindössze 5 perc áll a rendelkezésükre, hogy a sérülés követően visszatérjenek a pályára. Az orvosok, illetve az egészségügyi szakemberek gyors elsősegélyt nyújtanak közvetlenül a sérülés követően. Ez a kezelés magába foglalja a jégkészítmények használatát, nyújtógyakorlatokat, kompressziós kötést, illetve a különböző rögzítő és szorító eszközök használatát. Sajnos ezek a sérülések nem mindig elkerülhetők, akkor sem, hogyha nem vagyunk profi sportolók, a prevenció viszont mindig nélkülözhetetlen szempont lesz. Az Artroforte és a Neuro segíthetnek a sportsérülések megelőzésében, illetve a mentális teljesítmény javításában. Egy futballmérkőzésen természetesen elég sokat kell futni a játékosoknak, viszont posztonként eltérő lehet, hogy nagyjából átlagosan hány kilométer taposnak le egy meccs alatt. Általánosságban elmondható, hogy a középpályások futnak a legtöbbet, ugyanis ők mind a védekezésben, mind pedig a támadásban részt vesznek, mellettük a szélsők és a szélső hátvédek is elég sokat futnak. Természetesen a specifikus taktikai szerep, illetve a csapatnak a stratégiája is meghatározza a futás teljesítményt. A 2018-as FIFA világbajnokságon Luka Modric, a horvát válogatott tagja, 13 kilométert tett meg átlagosan mérkőzésenként. Végül nézzük meg azt, hogy mennyi fehérjét fogyasztanak a játékosok. A focisták fehérje bevitele függ az életkoruktól, testalkatuktól, posztjuktól, illetve egyéni igényeiktől is. Alapvetően a szénhidrát dominál az étrendjükben, de a fehérje is egy kulcsfontosságú tényező. A fehérje tartalmú ételek, élelmiszerek mellett fehérje turmixot is előszeretettel fogyasztanak. Edzések előtt nagyjából 25-30 g fehérjét és 30-60 g szénhidrátot fogyasztanak el, illetve az edzéseket követően is ügyelnek a megfelelő fehérje bevitelre. A topjátékosok körében egy ideje elég nagy népszerűségnek örvend a szárított marhahús, aminek segítségével az elveszített sót
hullámot is vissza tudják pótolni az edzések, illetve a mérkőzések után. Hasonlóan népszerű az ibériai sonka is, amelynek 100 g-jában 45 g fehérje található. Kicsit szemléltessem ennek az értéknek a kiemelkedő jellegét. A szintén népszerű csirkemell filének 100 g-ja nagyjából 20-21 g fehérjét tartalmaz, tehát körülbelül kétszereséről beszélünk. Ha fehérjeporról van szó, Rodrigo egyik kedvence az Isové Zero, egy különleges minőségű teljesavó fehérje izolátum, ami rengeteg ízben kapható, hogyha még nem tesztelted, érdemes kipróbálni. Ez volt tehát az összefoglalónk a focival és a futballjátékosokkal kapcsolatban. Hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha még nem tettétek meg. Ne felejtsétek, hogy a többi közösségi média platformon, tehát TikTokon, Instagramon, Facebookon is jelen vagyunk, ott is kövessetek minket, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Biotekusa, the feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.